Sziasztok! Zozóka vagyok, folytatom tovább a Cyberpunk 2077-et. Na, nem tudom, mit ígértem össze-vissza. Ugyanaz. De az biztos volt, hogy ugye, hogy, tehát, hogy mellékküldetésezünk. És ez így is lesz. De ez jó lenne. A snipert kéne megnézni majd. Jó, basszus, milyen távcsőbe van, hogy majd milyen lesz. De egyelőre megyünk így, ahogy vagyunk. Ez a ki tudja, mit találhatsz. Ez tök jó. Hoppá, lehet, hogy picit magas lesz. De hogyha így megyünk, akkor talán nem. Hopszeré. Hát ja, nem nagyon zavartatják magukat az esőtől. Már nem emlékszem pontosan, hogy a Witcherbe ez hogy volt megoldva. Szerintem ott is voltak, akik csak így sétáltak. The NCPD got a call about a cyber psycho and actually sent a patrol this time, but it's been a few hours with no report back. Either those cops got scared and bounced, or anyway, could you check it out for me? Be much appreciated. Rá tudunk nézni, de nem most. Nézzük meg azért. Ha kinyitja a zsarukat, akkor kizárt, hogy a Max Tech élve hozza be. Mi vagyunk az egyetlen esély, hogy egy darabon kikerüljön ebből. Jó. Oké, okay, de... Igen. Nem. Hol vagyunk, basszus? Tehát ott van a házunk. Ott. Az lesz az... Metró Zokkala. H10 épület átrium. Afterlife. Szerintem ez lesz a miénk, nem? Jó. Megnézzük. Ugye az épületen belül szeretnék teleportálni. Gyors utazni, pontosan. És megnézem akkor, hogy milyen fegyvert, mit adjunk le magunk a raktárba be. Tökéletes. Nem is sokat gatyázok, srácok. Egyből ide jövök. És akkor megnézzük. Leginkább talán... Ezt eladjuk. Leginkább talán... Hát, szerintem a ruhák is maradhatnak. Ezt átnéztem. Tehát, hogy maradhatnak rajtunk, nem rakok át semmit. Szerintem innen se. Hát, ide biztos, hogy nem. Ezek is simán maradhatnak így nálam, hiszen semmi súlyuk nincs. A fegyvereknél basszus kéne megnézni, hogy... ez a nekomatát... Ezt még nem szeretném eladni, mert nem tudom, hogy mennyire válik be az a sniper, ami nálunk van. Szerintem nincs semmi olyan, ugye ikonikus keresnék, tudjátok, amit még véletlenül sem akarok eladni, akkor őrizzük meg, na jó. De szerintem semmi olyasmi nincs itt, ami nagyon fontos lenne. Amit át kéne ide raknom, és innen sem akarok semmit sem kivenni. Jó, remélem, hogy így van. Valójában, tényleg. Ez micsodi? Ez nekem nem rémlik. Ez mi ez? Ja, nem. Nem, mert hogyha elolvassuk, ugye akkor bejelöli, hogy már elolvastam, és... Ha hosszú...
Ez mi volt ez a jármű, akármi csoda? Aha, jó, a Dillemain. Örömmel tájékoztattuk, hogy a szerencsés baleset után járművét megjavítottuk. A garázsában találja, használatra készen, kellemes napot kívánok, és több ezer karambolmentes mérfölddel. De ne, jó, ne, nem tudom. Várjátok, ha a V... Ja, itt nem tudom. Gondolom megnyomni a V-t. Na jó, utazunk, és talán a Goldsmith-nél van. Basszus. Ugye azt hiszem a Goldsmith-nél van a fixerünk, Viktor. Remélem jól emlékszem. Megveszem a szoftvert. Eladom neki, ami nem kell, és megveszem a szoftvert. Sajnos, hát nekem az lenne a fontosabb. Várjatok, lehet, hogy nem. Nézzük meg, mert akkor nem a Goldsmith, hanem... Igen. De ezt miért nem tudom megnézni, hogy ez melyik? Mindegy, tőle délre van, akkor a... Nem a Goldsmith lesz, hanem a Bradbury. Basszus, ezt már el kéne jegyezni, ugye? Ezt már sokszor mondtam. Na, csak ő lesz már. Ha nem, akkor tökön szúrás lesz. Nyilvánosan. Tehát fontosabbnak ítélem a szoftvert. Valami ilyesmi. Igen. Sokkal fontosabbnak ítélem a szoftvert. Amúgy még mindig esik az első, jaj, tök olyan. Jó kezek, mert ez szerintem ez hozzátartozik a hangulathoz, tudjátok. Viszont igen, tehát hogy nem zavartatják magukat a népek. Miközben a Witcherben szerintem olyan tök jó meg volt oldva. No nézzük, srácok. Oké, megyünk ide, és akkor eladom neki gyorsan azokat a cuccokat, amelyek nem kellenek. Ezt nem, egyelőre. Ez sem. Ezt eladhatom, eladom. Mehet. Mehet, ez a precíziós teszt ugye nem adjuk el, meg ezt sem adjuk el. Jó, majd kiderül, hogy milyen lesz. Ki is mehet, ez mehet. Hát... Legyen a legmerőbb fasz a gyerek a csatatére. Várjatok. Nem látom, hogy lenne benne bővítőhely. Ezt eladom, mert ugye nincs üres ruházott módhely, tehát ezt eladom. Ezt bőven eladom. Ezt is bőven eladom. Szerintem én azért ezt átnéztem emlékeim szerint, így a végén. Ezt nem adom. Na, hát jó, nem, ez legyen nálunk. Nem tudom, hogy kell-e, mert így hirtelen nem emlékszem. Epikus, ugye nem adom, vagy eladom. Jó, és akkor ez marad, a cipő. Több páncélt ad, de tehát, hogy ennek sem, meg annak sincs ruházat módosítója. Jó, akkor ezt eladjuk, és ez marad. Ezt föl tudjuk itt venni? Ilyenkor nem, ugye? Ezekkel most nem akarok foglalkozni, mert haladni kellene egy picit a... küldikkel. Itt mintha vettem volna föl újat. Például a memória törlés. Mind a kettő ugyanaz. Hangsok, fütyülés, túlmelegítés, fegyverzavar, memória törlés, fertőzés, optika, túlmelegítés. Vártok ezt esetleg. Itt van olyan, amik nekünk nagyon kéne. Nem sok pénzt kapunk érte.
Nem sok pénzt kapunk érte. Ugye ez meg nem olyan rossz azért, tehát ezt én nem adnám el. Mert ugye mindig, ugye mondom, minek az 5%-a, tudjátok, értitek? Tehát, hogy nem tűnik soknak. Tehát mondjuk egy árleszállításnál, ugye, 5%. Ha bár ott is ugye attól függ, hogy mennyi pénzed van, és milyen drága árut veszel, hát, mert 1 milliónak az 5%-a már sok. Ha bár én nem hiszem. Hát ha csak nem nyerek a lottom, de akkor eltűnök így a YouTube-ról ismeretlenül, ha én nyerek a lotton annyit, tudjátok, tehát most nem egy kettesre gondolok, a lottó ötösön, meg hármasan a lottó hatoson, hanem tényleg sokról. Na, mi, igen, tehát akkor azt mondja, hogy ezt megvesszük. Ehhez mi kell? Ez csak végső soron utcai hírnév kell, meg hát dögivel sok pénz. Oké, na. És akkor ez ötös lesz. Ez várjátok, ez nem is az, ez az. Ötös lesz, és akkor ez 25. Jó. Eszközhekkelések száma. Tetratonik MK2 kiberdek. Ugye négy helyünk, tehát egyel növekszik a helyünk. Hat puffer méret. Lehet, hogy itt van az, hogy... Aha! Tudjátok, amikor ugye... Nem is, hogy hackelünk valamit, hanem betörés protokollt csinálunk, akkor itt lesz akkor hatos puffer méretünk. Itt már hetes. Ez meg nem az. Na jó. Tök jó. Gyorshackelni hajthatsz végre, és eszközök ellen szkennelés közben 20%-kal növeli a gyorshackelések okozta sebzést, egy ponttal csökkenti a végső gyorshackelések RAM költségét. Jól van. Ez végső soron ez úgy semmi most. Ez még a régi előző, amit adtam le, igen. Itt mi volt? Itt nem kaptunk semmilyen előnyt azzal, hogy ugye 20%-kal növel a gyorshakkelések okozta sebzést. No, srácok, hát akkor megveszem. Ugye ez ide. Ezt nem tudom, hogy ezt ilyenkor eladhatnám. De szerintem ez csak annyi, nem, hogy így visszaveszem. Vártok. Igen. Hát gyerekek, menteni fogok egyet. Még egyszer, mert alig láttam már megint, hogy mi történik. Jó. És basszus, megnézem, mert igazából, tudjátok, tehát a régire nincs szükségem. Igen. No, és akkor ugye megvan ez a négyes, és akkor azt mondom neki, hogy nem, használat van, tehát hogy ezt így nem tudom eladni. Most nézem, jobb alsó sarokba, használat. Tehát ezt kár, hogy nem tudom eladni. De értitek, tehát minek raknék vissza egy ilyet? Hát minek? Ezt így nem lehet így eladni, itt eladni. Nem igazán. Mutatja. Hol? Jó lenne, azt el tudnám adni. Na jól van, srácok, mennyi pénzünk van? Kevés. Kevés, de azért itt megnézhetném azt például, hogy... van memóriatörlésünk már, de az úgy néz ki, hogy zöld. Vagy kék, most nem tudom. De a lényeg, hogy ezt nem tudnánk megvenni, mert ez 3000-be kerül. Jó, hát akkor ennyi. Akkor ennyi meg egy Bambi. Gyorsan meg is nézzük. A Reltár, igen, Kyber Rare, és akkor megnézzük, hogy ugye itt mit rakunk bele. Na nézzük, amit ugye alapból szoktam használni, az a pingelés. Tehát azzal kezdjük. Memória törlés. Hát ezt... A célpont rövid időre kilép a harci állapotból. Amíg a hekelés aktív, a harcon kívüli ellenség nem léphet be újra a harci állapotba. Időtartam... E 4 RAM különbség, időtartam 9 másodperc, ha jól látom. Alacsony sebzést. Na, ami biztos, hogy fog kelleni az a rövid zárat, mert azzal egész jól el lehet játszani. De azt majd a végére raknám be. Ilyet szoktam kapni, túlmelegítést. A fegyverzavar is jó szokott lenni, de
Végső soron ez a kettő, ez ugyanaz. Ez, várjátok viszont, ez 33 másodperc. Tehát ez sokkal tovább tart. Ez pedig csak 9, tehát a memória törlés. Vagy várjátok, inkább használjuk a... optika újraindítása? De ugye az optika újraindítás az azt jelenti, hogy egyáltalán nem lát engem. 9, ó de ravasz, nézzétek, 9 másodperc, 9 másodperc, ugyanúgy 4, a visszatöltődés, azt nézzük meg. Hát ez 10 másodperc, ez pedig 120 másodperc. Akkor lehet, hogy én inkább ezt az optika újraindítását raknám be. Ez nem rossz viszont. De hát eddig is megoldottam, így úgy amúgy. Na akkor legyen a fegyverzavar. És legyen a végére a... hol vagy? A basszus, nem, hol van? A rövid zállat, na végre. Na, és ez már szerintem ez olyan kis összeállítás, amit nagyon nem kell majd változtatni. Ha kell, akkor meg semmiből nem tart, tudjátok. Tehát ezt szerencsére meg tudom én is csinálni. Ez tök vagány amúgy. Jut eszembe, hogy a Cyberpunk 2020-nál más volt ezekkel a hackkelések, ha jól emlékszem, meg jól értettem a videóknál, és a Rednél változtattak már. És ez sokaknak nem tetszett, de nem tudom, hogy miért nem tetszett, csak azért nem tetszett, mert megszokták a régit, vagy pedig tényleg nem jó benne valami. Most ugye az asztali szerepjátékról pofázok már megint. Na gyerekek! Megyünk, és csinálunk pár küldit. Például megnézzük ezt a kiberpszichózisos cuclit. Ez mi ez? Várjatok? Üdv, itt Sandra Dorset, aki megmentett a fosztogatóktól. Azok után, amit történt... akit megmentett, hülye. Azok után, amit történt, az az érzésem, hogy bízhatok magában, esetleg hajlandó lenne megszerezni nekem valamit? Fizetek természetesen, de ez egy kényesebb dolog, ezért inkább nem vonnék be egy fixert. Az adatbankomról van szó, a fosztogatók elvehették, amíg fogva tartottak. Még csatlakozott a hálóra egy ideig, úgyhogy le tudtam nyomozni, mielőtt észbe kaptak, és lekapcsolták. Átküldöm a koordinátákat, hívjon, ha megtalálta, rendkívül hálás lennék. Utó irat, az adatok bizalmasak, bízom benne, hogy nem néz bele. Hát gyerekek. Hát gyerekek. Nem tudom. Ez ugye az a csaj, aki a legelső küldetésünkben volt. No, fiúk. Nem tudom, melyik legyen. Maradjunk itt, és akkor innen nézek valami küldit. Vagy pedig hogy legyen. Várjuk, úgy legyen, hogyha már itt vagyok. Nem tudom, hova, hogy kell mennünk a profétához. Ez mi? Na, ez az így ravasz. Nem baj, fölvesszük. Tehát, hogy a profétához nem tudom, hol kellene mennem. Hogy kéne mennem? Akkor lehet, hogy inkább így visszamegyek. És... aha, így. Itt van a proféta. De most nincs itt. Jó, na! Akkor, kedves fiúk, lányok. A Venom After... hát akkor lehet, hogy itt a közelben nincs nagyon olyan. Tudjátok, mi érdekelne engem? Ez. Meló követése. Ugye ez a Meredith. Ugye? Jól emlékszem? Nézzük meg. Napló. Meredith Stout, igen. Jó. Tehát ő lesz az. A... militekes csajszi. Jó. És gyalog megyünk oda. Habár ezt a részt már nagyon alaposan bejártuk itt nagyon sokszor, de...
De hát ki tudja. Ez a helyszín nekem gyanús, mintha lenne majd egy küldi. Hoppá, hoppá. Nézzétek, már nem tudunk fölmenni, patkán. Azt a mindenit nézzétek meg. Ott az nagyon úgy néz ki, hogy itt föl lehet menni. Akár a tetőre is. Á, de mondom, tehát hogy... Jobb lesz, hogyha megszerzem... A lábat, ami rohadt drága sajnos. Be hangosan oldik. Most meg már nem. Na, Istenem, Istenem, vannak még problémák. Vannak még problémák. Tehát, hogy tényleg majd akkora... Hagyom az ugrabugrát, meg a platform részeket, hogyha meg lesz erősebb oka. Tehát, hogy magasat tudok majd ugorni. Elfelejtettem a felesleget eladni. Na, hogyha látok valamit, várjatok? Én már látom is. Hogy itt el lehet adni a felesleget. És J felesleg eladása. Hát ez nem sok, 87. Ácsi! Ezeket kéne lerakni, basszus! Azt a mindenit. De jó, hogy eszembe jutott meg. Mi ez az ND-a? Olvassuk már el a büdös mindenit. Ez mi ez? Hamis dokumentumok. El tudom olvasni? Ó, basszus. Na, nagy gyerekek, nagy gyerekek. Ezzel tudnék... szerintem még fogunk találni. Emlékeim szerint még fogunk ilyet találni. Ilyen... absztrakt festményt. Jó. Na és akkor várjatok. Leltár. Ó, egyből a hátizsákra kellett volna kattintani. Nem arra kattintottam? Hátizsák. Hogy leltára kattintottam, az más. Mindegy, basszus. Küldetéstár... szemét. Az baj, hogy nem tudom elolvasni. Szokványos irat, ami sokat követel, cserébek keveset ajánl. Tárgy szétszerelése. Ó, van egy ilyen, hogy szétszedjünk tárgyakat. Ami lehet automatizálni is. Eldobás, összehasonlítás. Gyerekek igazából. Tehát nem tudjuk elolvasni sajnos, ez tényleg csak szemét akkor. Ezt meg basszus, ezt meg rakjuk el a lakásunkban, mert... hát ez lehet, hogy később valahogy... Ó! Valahogy jó lesz! Semmi baj, kicsit ez itt lábaskodtunk. Ez itt mi? Ezt most vettem föl, ugye? Hát de nem kell. Majd, hogyha még nem tudom mennyi pénzünk lesz, ugye ilyen... ruházatmód helybe vehetünk cuccokat. Amúgy nincs most valami, amit berakhatnék, ami hasznos. Hát figyeljetek, amúgy ez nem egy rossz dolog, amit mondottam volt. Hát ez talán annyira nem érdekel, ezt esetleg berakom. Ja, ezt berakjuk. Oké. Okay. Jó. Jó. Ugyanis már nem emlékszem, hogy mi lesz itt ezzel a Meredith-tel. Mert természetesen megcsináltam. Hú, milyen zsivaj van. Ez itt mi az? Itt lent. Itt van egy láda amúgy. Á, de nem.
Menjünk csak erre. Ácsi. Itt már nem voltam. Nem, ez szerintem fölmegy a garázsba. Lehet, hogy mondjuk onnan is föl lehet menni, mert ugye ez egy garázs volt. Nem akarom megpróbálni. Hát nem, tehát ezt annyira jól megcsinálták, tehát tudjátok, ha nem akarunk kekeckedni, genyóskodni, akkor tökre jól megcsinálták, azt mondom, a várost, a forgalmat. Ha már egy kicsit genyóskodni akarok, akkor persze találhatok benne gondot. De hát ez a legtöbb ilyen játéknál így van. Mennyire jól néz ki azt a rohadt. Basszus. Ó. Megvan. A nap. És érdekes, hogy mennyit mászkáltam már, és még arra a helyszínre nem bukkantam rá. Amit nagyon várok, hogy arra rábukkanjak. Ez elég hülyén vezet minket. Jó. De itt mondom, észre föl nem tudom. Azóta amúgy nem néztem utána a YouTube-on, hogy van-e olyan videó, hogy hogy készítették a várost. Én mindig elfelejtem, basszus, vannak... Nem is azt mondom, hogy fontosabb dolgaim, csak... Basszus, tehát annyira be vagyok táblázva, hogy nagyon. Annyira be vagyok táblázva, gyerekek, hogy nagyon. Tehát, hogy most is ugye, akkor délelőtt egy részt fölveszek, az 2 óra. Ebéd után megint fölveszek egy részt. Elkezdem lekódolni a cuccot. Addig ugye a számítógépet nem használhat. Mármint, hogy YouTube-ozni használhatnám. Félreértés, ne essék. De tehát nem tudok rajta játszani. Oké, semmi baj, mert ugye be vagyunk a kis szobába, aztán akkor szoktam például olvasgatni. Hey, I don't think I know you. Ó, dehogy is nem. Dehogy is nem. Baszd meg, ezt elbasztad, tesó. Ilyen csajt meg kellett volna jegyezni. Okay. Need a driver for street races. Drop by my auto shop. I'll tell you more. Természetesen. Your garage, where is it? In Arroyo, on Valley. És most valószínűleg, hogy undok leszek vele. Right, csaja. I'll try not to. If I'm not there when you arrive, just hang. I'll show up after my shift at the after. Okay. See you, boy. Ez egy picit olyan Witcher-es küldi. Szerencsére sok elem felfedezhető a Witcherből, most bármire is gondolok, tudjátok, küldetések, leírások, mit tudom én, tehát egy csomó ilyen. De azért szerencsére nem ez a jellemző. De ez a küldetés egy picit nekem a Witchert hozza föl. Tehát tudjátok, mire gondolok, hogy nincs jó vagy rossz döntés. Tehát, tehát hogy nincs jó döntés, hanem kevésbé rossz vagy nagyon rossz. Hát, hogy ilyenekre gondolok. Egy picit olyan lesz. De nem sok ilyen van benne. Hűha. Nem. Azt is nem tudom, hol lesz az... Erre... Na, azt a mindenit. Elrejtve az az easter egg, amit nagyon keresek. Mi történt? Leesett a tetőről? Hát, akár, simán. Hát, ha bár nem.
Annyira nem. Annyira nem ügyes. Amúgy milyen fegyverünk van? Na, ezt le kéne cserélni. Hogy ne ezt vegye elő, hanem a precíziós kéne megnézni. Csak ugye ez tech, az meg ugye impulzus volt, jól emlékszem. Egész jó amúgy a félkeresztje. Jó, jó, jó. Hát maradjon ez. Ó, bassza, meg itt ez a hülyék. Valahogy így. Fölbolygattam a mékast. Na jó. De ugye te nem? De te... Bazd meg már! Milyen rendőrségi parancs? Az Isten áldjon meg! Hát lőttem egyet simán. E már! Azt akartam megnézni, hogy gyanús volt, hogy ez ilyen rendőr. Á, bazd meg! De miért, srácok? Na, na jó. Ez most egy picit hülyeség. Nézzük meg, hogy hol van egy mentés. Komolyan egy vicc kategória. Lőttem egyet a ilyen sikátorba, basszus. Kipróbáltam a fegyvert. Tehát nem elég. Nem elég az. Hogy ugye, oké, azt megértem, hogy civileket nem bánthatok. Semmi gond. Amúgy egész jó kaptunk mentést. Semmi gond. De az, hogy már lőni sem lehet, kipróbálni egy fegyvert, vagy ugye véletlenül elsütöm a fegyvert, mert béna vagyok. Nehogy már. Na, most húzunk, belehúzunk, jó gyerekek? Most már... Ez itt már nem vicces. Nem ezt szoktam meg a játékokban, hogy még lőni sem lehet egyet, kipróbálni egy fegyvert. Ne. Ne legyünk ennyire szigorúak. Ez mi? Ez... Hoppá, ez érdekes volt. Ja, ez csak ennyi. Ez jó volt, minden esetre. Bocs. Ez jó volt, gyerekek. De rohadt jól néz ki amúgy. Nem menjünk lifttel soha. Vagy váltok, erre kell menni? Erre kell menni. Jó, én azt hittem, hogy föl a lépcsőn, de... Akartam vitókítani titeket, hogy soha nem menjetek lifttel ilyen esetben, mindig lépcsőzni kell. Hát, ha csak nem ugye több száz emeletről van szó, mert akkor, de akkor is úgy kéne csinálni ugye, hogy mit tudom, ilyen, mondjuk két emelettel előtte megállítjátok a liftet. És akkor a többit visszasétáljátok, vagy felsétáljátok, vagy lefelé sétáljátok. Hát lefelé könnyebb, ugye? Na jó van, nézzük. Bet you didn't expect to see me here. Oh baby. Lehet, hogy mégis rendelnünk kellett volna a pénisznövelőt? Hát nem erre számítottam. Voltam én itt. Na jó, várjatok, nézzük meg, hogy mi ez. Hú, basszus. Vagy ez lehet, hogy csak ideiglenesen él ez a küldi? Nem emlékszem erre. Így. Jaj, mami. Jó, hát ez meglepi. Én úgy emlékeztem, srácok, hogy itt valami küldik lesznek. Hát ez meg nem küldik. Azt gondolom mindenki számára világos.
Till next time, then. Corporate gods willing. Milyen hülye körmünk van, mint a színe. Ennyi. Meg egy bambi. Jó, tehát na jó, nem erre számítottam. Rohadtul nem erre emlékeztem. Üzenet elolvasása. Ott leszek. Néha két ember a rossz helyen találja magát a megfelelő időben. Nagyon jó. Üzenetek megnyitása. Tudunk neki visszaüzenni amúgy? Ezt nézzük meg. Nem, szerintem már elolvastuk. Hogy hívják? Meredit? Nem, semmi. Oké, hát akkor ennyi. Jól van, srácok. Én nem erre számítottam. És ebből akkor... Ez nem az? De nézzétek már, milyen DPS-e van, bassza meg. 46-os, nem halálos. Zúzó fegyver. Jó, ezért megérte, ezért megérte. El lehet adni, fölvesszük. Faszállító János. Bazd meg. Hülyék vagytok, fiaim. Aj, bassza meg. De ez jó volt. Jó. Kicsit megijedtem tőle. De nem, jó volt, jó van. Jó, menjünk, srácok. Akkor... Nézzünk valami küldit, lehetőleg itt a közelbe. Hát például itt van egy kérdőjeles. Hol? Itt. Nem, az nem ilyen kérdőjeles. Mi sárga kérdőjelest vadászunk. Itt is van egy. Ez a találkozó Takemurával, de mondtam, hogy most nem akarok ezt csinálni. Menjünk oda. Nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát, hogy milyen küldetés. Amúgy... Lenne itt valami érdekes? Ez itt a vége. Itt voltunk. De simán el tudom képzelni, hogy ide is elrejtettek valami baromságon. Ó. Jó, semmi. De úgy emlékszem, mintha még ide... Ide még majd jövünk. Még... Jó, ott van... Aha. Na, itt már nem lehet följebb menni. Aha. Már nem. Kár. Hát, hogyha viszont lenne láb, erős bokánk, akkor lehet, hogy oda még föl tudnék ugorni. Az lehet. Mennyire vagányul meg van csinálva. Ó. Na jó, van, menjünk. Megnéztük, hogy nincs itt valami érdekes. Erre kell kimenni? Erre. 200 méter. De vártok. Miért... így mutatja most? Nem már. Csak le lehet ugorni, vagy valami. Tiger Claws. Ja, várjátok, nem kéne nagyon magasra mennünk, basszus, mert... De itt csak le tudok már jönni.
Nem. Itt erre akarok így leugorni. Úgy. Ez az. Ezt szerettem, hogy ilyen... Hoppá! Hogy ilyen zegzugos utcákat. Itt lehet találni aztán jó dolgokat. Magasan vagyunk? Szerintem még magasan vagyunk, ugye? De amúgy meg lehet oldani. Így. Szerintem minden meg mellettünk ugrani. Ez az. Mondom, tiszta platformjáték, gyerekek! Basszus. És ha meg lesz az erősebb bokánk... Aha, ez az. Ez lesz az, szerintem. Even reported to Maxtech. Thing is, nobody's gonna show because Militech shut it right down. Ez lesz a szerintem. You ask me, Psycho's gotta be one of theirs. My Eddies are on Lieutenant Mower. Anyway, Corporal's gonna go straight into treatment. So make very, very sure you keep her in one piece. Jó. Okay. Viszont akkor... Igen, ő az. Amit fogunk használni. Hello. Oké, szóval csak annyit tudok, hogy egy kiérszem a társadalmat, blablabla, Militech beelőzött minket. Csak óvatosan, oké. Jó. Igen, több ilyen küldetést kell csinálni, mert szerintem nem nagyon megyek új helyszínre. Városrészbe. És... De ott lesznek majd érdekes dolgok. Vártok? Aj, tesó, menj innen. Mert mi ide akarunk bemenni. Nem lehet? Akkor másutat keresünk. Gondolom a küldetéssel kapcsolatos utasítások. Kód vörös, célpont Mover, hadnagy, szint kritikus. A célpont a kiberszívózis tünetét mutatja, az orvossal folytatott telefonos konzultáció eredménye negatív, nem lehet kezelni. A célpont a mellékelt koordinátákon található, a mentő érkeztére vár, rajtaütés lehetséges, figyelmeztetés, blablabla. Well. De megijedtem, basszus kulcs. Rövid zárlat. Rám rohant és nem sikerült a rövid zárlat. Azt hiszem 5 vagy 6. Ez nem jó, tesó. Látjátok, hogy mennyi élete van? Van, baszódj meg. Istenem. Istenem! Marad. Jó. Persze, így van, mert még ez is felejtsem el. Nem. Yes!
Asszus, és többet már nem lőhetek rá, mert megölöm. Aj, most kéne aram gyorsan töltődjön vissza. Jó, eltűnt. Nyolc? Az mennyi? Ott van. Mennyit sebez rajta? Ó, még egy. Ó, jó, és meg lesz. Még egy, és meg lesz. Ez az lövöldözgesé, csak lövöldözgesé. Jó, futás. Futás. Ide. Nem lehet látni. 2, 4, hát talán az lesz már a 8-as. Aha. Ott van. Ez most már meg kell, hogy legyen. Gyerünk. Ez az. Fú, gyerekek, hát itt volt vágás. Itt volt vágás, mert egyrésztről... Tehát ez az képes, hogy alacsony volt a fenyegetettség, azért megküzdöttem vele. A másik, hogy ugye meg kellett néznem azt, hogy milyen lenne sérülékeny ez a pszichó. És az elektromosságra. Vagyis hiába rakom be basszus ezt a impulzus precízős puskát, amin ugye ott van, hogy nem ölhetem meg, nem ölöd meg, mert ugye nem halálos sebzést okozok neki. De hát viszont semmit nem ért. Semmit nem ért ellene. Tehát most úgy kellett sakkozni, ahogy még régen mondtam, hogy én úgy szoktam csinálni a pszichókat, hogy egy kicsit legyengítem a életerejét, a páncélját, mindent, fegyverrel, és utána meg szétütöm. Na, hát most is így kellett csinálni. Hol lesz a szilánk? Jó, sehol, majd elküldjük. Jó, hát igen, itt ez vágás lesz. Mert... ez már föl is idegesített a játék. Egyszerűen... nem tudom megszokni ezt a rohadt billentyűzetes irányítást. Ja, de sokat kell gyakorolnom, na. Mondjuk úgy, tehát meg lehet szokni, mindent meg lehet szokni. De egyszerűen nekem még nem árt le a kezem, na. Én egy kontrolleres patkány vagyok. Hogy mondják ezt? Konzol patkány vagyok. De nem. Ha bármit el kéne adnom a cuccaim közül, akkor a PC maradna meg utoljára. De egyszerűen sokkal többre tartom. Jaj, na, jól vagyunk, hol vagyunk? Na, az csak 3, 6. Tehát, hogyha innen elindulunk, mert ugye a V2-t csináljuk, vagy V2-t csináljuk, ha lehet, akkor E9-55. Tehát, így, E9-55. Ez eddig jó. Utána itt 55-öt kéne találni. Várjunk, hogy vagyunk? Tehát E9-55. 55, BD, 55. Jó. Tehát E9, 55, 55, BD, 55. Megvan. És még sietnünk sem kell. Jól van. Ez az. Mennyi dollárt szedtünk össze csak itt így most?
Jaj, mentünk egyet, mielőtt még itt nekem valami lesz. Mert hülyét kapok, ha nekem ezt még egyszer így meg kell csinálni. Habár most már ugye ráéreztem az izére, de... Tehát azért nem egyszerű, no. Itt... Úgy, tehát... Úgy kicentízni, hogy pont annyira vidd le az életerét, hogy még nem ölöd meg, és akkor rövid zárlattal ugye sebzed. Jó van. Küldd el az információt Reginának, akkor gondolom az a... üzenetek megnyitása a Z. Tab. Nyomjuk meg a T-t, és akkor onnan tab. Vagy nem. De tab, üzenetek megnyitása. Jó, és ennyi? Nem. Jó. Ami elég szépen összekapartuk a pénzt. Elég szépen összekapartuk a pénzt. Na nézzük akkor, mi a következő. Küldi. Ugye van ez. Veszély mérsékelt. Az ilyen kérdőjeleket hagyom. Tehát mondom, mi a sárga kérdőjelekre vadászunk. Ez micsoda? Az nem, az fölküldi. Akkor legyen ő. Legyen ő. Picit rosszul rakta le a játéka kocsikat. Hány óra van? Jó, de imádom az ilyen két órás etapokat a gyerekek, mert rohadtul sok időnk van. Mi van itt lent? Ja, erre gondolok, igen, erre gondolok, biza. Menjünk itt le. Az ilyenekre gondolok, basszus, mert... Hát nem hiszem, hogy itt be lehetne menni, ja. Viszont erre menjünk csak tovább. Mászunk itt a mocsokba. Hopp. Van valami. Sajtkés. Na hát ezért mondjuk nem érte meg. Föl tudunk itt kapaszkodni? Igen, ez az király. Nem veszünk most semmi ruhát, meg ilyesmit. Hanem... Tényleg meg kell venni azt a gorilla kart, meg kell venni ezt az erősített bokát. Mert úgy, hogy... Ha meg lesz ez a gorilla kar... Akkor már tényleg egész jól lehet majd küzdeni a pszichókkal. A rövid záratot használva, mert azt is mondjuk erősítjük. Aztán... Tényleg, váratok? Karakternél
a intelligencia, gyors hekkelés, szerintem ott lesz. Bizony. Bizony, gyerekek. ...30%-kal nagyobb sebzés... Ja, nincs több képességpontom. Higgadság, ez mi is? Tízszázalékkal növeli gyorsekkelések sebbé. Szerintem akkor egyet most így rárakok az intelligenciára. Ezt a kettőt meg meghagyom. Jó. És ilyenkor... Hát csak ellenségnél működik szerintem. Lássam azt, hogy mennyit nőtt a sebzése. Azon gondolkodom, hogy így hogy olvastam régen amúgy ezt a gabona alapú alkoholt, amivel most ugye ezen a Night City-be ugye a kocsik mennek, és lehet, hogy ugye az is szerepet játszott természetesen, hogy ugye a fosszilis anyagoknak a hát kimerülése, ugye, és de nem, azt is írták, én úgy emlékszem, hogy kevesebbet szennyez. Itt voltunk, ugye? Hát... Várjatok. Mert amúgy valami ilyesmi területen van az, amit én vadászok, de ez... Szerintem nem az. Menjünk még itt egy picit tovább. Aha, jó, szerintem ez nem az. Tehát valami ilyesmi területet keresek. Itt tök jól le lehet menni az aljára. Teli van szeméttel mindennel. És egy olyat keresek. Mentünk egyet, ne felejtsek el. Ó, csak nem itt van valami kis turpisság. Én nem is tudom, hogy ezt... Tényleg, legyen már eszembe, hagyd nézzek már utána, hogy ezt hogy építették föl. Az a baj, hogy szerintem az magasabb épületen lesz, nem ilyen alacsony épületek között, amit én keresek. Túl könnyű lenne észrevenni. De aztán lehet, hogy úgy van elrejtve, hogy innen az utcáról nem is látszik. Basszus, ez már nem mentem el erre egyszer. Na jó, kapcsoljunk rá egy kicsit. Mert... Bocs, kösz, nem ütöttél el. Kicsit hibásan működik.
Na, itt van valami. Vagyunk. Got a rat problem on my block. Who doesn't, right? Thing is, these rats are. Oh, már megint a Tiger Claws. Look just like Tiger Claws too. Biggest one is a certain Taki Kenmochi. So do your fixer a solid and neutralize her ass, will ya? Deeds attached. Jól van. Super. Melótípus a zsoldos. Olvassátok el szemetekkel, jó? Hallom, ahogy mondj! Ne menj! Jó, oké. Hát mellő követése, de hát ez ugyanott vagyunk, tehát ez lesz az. Oh. Kings of Acid. Mennyire vagány kis plak. Azt a büdös mindenit. Az csodálatos kis rajz. Ott van valami. Tudunk bemenni? Ott. Lehet, hogy mondjuk onnan bentről, aha, lehet, hogy el lehet oda menni. Mentünk egyet. Igazából ugye itt akár mészárolhatnék is szerintem. Shot him dead. No way. You sure? I in number six side. Told me everything. I? I'll say anything. Come on. I'm serious. Bullet me right through the wall. I saw the body with her own two eyes. Mentünk egyet. Nem csak így rákapcsolódunk. Oké. Hát ez nem fog menni. Ez több mint 6. BD1C. Hol van? BD... BD, az nem lesz jó, úgy jó. Az utolsót kéne ugye. Hát mondjuk, hogy elindulunk, hogy BD. Ugye itt nincs egy C, megint a BD-t kell nyomnom, és úgy egy C. Tehát BD, egy C, ez így volt jó. Ugye, gondolom, látjátok, hogy ugye amennyi így helyünk van, annyit hibázhatunk még. Tehát, hogy most ugye ez 4 szekvencia volt, vagy 4 puffer volt, ugye felhasználva, még 2-t hibázhatunk ahhoz, hogy ugye akkor átugrunk egy olyan oszlopra, ahol be tudom fejezni. De hát gondolom, ezt sokan tudják már, csak esetleg akik nem, azoknak magyarázom végső soron. Csinálunk mentést. Bocs! Na, te vagy. Jössz vagy nem? Ó. Oh. Holnap megkezdődik. Kids these days. Itt van valami. Az nem ott van, jó? Ez megvan.
Ez üveg? Ó, hát gond, nem akarom betörni, mert akkor nekem esnek. Akkor... akkor innen bentről. Innen be tudunk menni? Nem? Ácsi? Nem volt itt? De nem tudunk bemenni? De jel, na, milyen franc? Ez nagyon jó, hogy ezt beraktam amúgy. Ezt a kijelöli, így könnyebben észreveszem őket tényleg. Srácok, na ez 6, tehát 3-6, csak ugye ennek akkor pont ki kell jönnie. Nézzük meg, hogy E9BD, nem tudunk E9-el indulni. Ó, basszus, úgy tudunk elindulni sajnos, hogy 1C. 1C, 55, E9. Aha. És akkor még úgy tovább tudunk menni. Jó, akkor lehet, hogy meg lesz valamelyik. Tehát, hogy 1C, 55, E9, ez ugye megvan. És akkor... Fú, az nem sok időnk van. És akkor... E9, na, BD, E9, ez az. 1300. Jól van. Várjátok, itt van, hogy ez az ajtó, tehát van esetleg olyan ajtó, aha, ahol még itt érdemes körbenézni, kinyitni és körbenézni. Jöttünk egyet. Ott is van egy, valahol. Ez nem lesz meg. 1C BD 55, el tudunk indulni? 1C BD 55, az nem lesz jó, mert nincs 1C. De van, várjatok, dehogy is nincs. Tehát 1C BD 55, és pont úgy van, jó. 1C BD 55, 1C. És az sajnos már nem lesz meg, bármit is csinálunk. Ó, de még az is volt, hogy a francba. Jaj, tudom már, hogy, hogy valószínűleg, hogy ugye a felső sorban is volt olyan betű páros, amit ugye az alsóban is volt. Jó. Hát arra nem is figyeltem. Jó, hát nekem mindegy. Lehet harcolni. Betörés protokoll, rövid zárlat. ...218. Nézzük meg! A leltár, kiberver... 247... Az a baj, nem jegyezte meg, hogy mennyi volt. Lehet, hogy ugyanennyi. Vagy nem tudom, hogy ott azt mutatja a sebzést. Ó, bassza meg! Bassza meg. Oh, nem megy ez nekem. Szerintem a... Amikor az úzóval menjünk inkább. Mert tudjátok, a hátra lök az ellenfelet. Ellöki, hanyat löki. Sokkal jobb.
Aha, jó, várjátok, itt lehet, hogy... Azért megpróbálok ilyet. Na! És ilyenkor mi van? That's what it's all about. One less tiger in this town. Appreciate your problem-solving skills, V. Get closed. No. Jó. Kapjuk a fegyvere, vagy a pénzt. Helyes. Na és akkor most próbáljuk meg, basszus. Jó, jó, jó. Semmi. Gyorsan mentek egyet. Ez az. És most becsatlakozás. Kettő... Az előbb... De mondjuk ezt sikerülne megcsinálni, ez lehet. Tehát 1C55. 1C55 megvan, és akkor itt egy, ott nincs 1C viszont, akkor ez így nem jó. Ó, basszus! Sőt. Pillanat. Srácok. Itt nekem most menni kell sajnos. Ez a telefon, ez komoly volt. Innen fogjuk folytatni, jó? Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!